Akkor kérnék egy Alain Delont, és még egy Robert Redford is lesz. Alain Delon? Redford? Streisand. Csak a Robert Redford. Redford mellé kell a Streisand. Úgy jön át az íze. Tessék, gratis. Ez a mi filmünk, hogy tulajdonképpen ez velem megtörténhet, veled is megtörténhet, meg a szomszéd lányjal is megtörténhet. Nem tudok kiemelni semmit, mert annyira intenzíven éltem meg, és egyszerűen annyira szívet melengető. Kerestük azt, hogy humorosabb, vidámabb felütés legyen. De olyan pontokat is érint a történet, hogy hazudunk-e egyetek, hogy mikor, hányszor az életünkben eljutunk oda, hogy ezt ki tudjuk mondani. Szóval, hogy mondjam, ezeket próbál feszegetni, és ez szerintem mindannyiunk életében jelen van ez a téma. Nekem nagyon hamaras volt látni a különböző problémákat, meg típusokat, egy párkapcsolati típusokat. Én nagyon élveztem meg, nagyon poénos. Ez egész olyan, mint egy kis vintage ékszerdoboz. Szép világa van, nagyon jó zenéje van, nagyon szerettem a zenéjét. Nagyon szépen boncolgatja azt a kérdést, hogy miben nem érdemes hazudni a környezetünknek, és hát elsősorban saját magunknak. A legjobb értelembe vett romantikus vígjáték. Nagyon szerethető és nagyon bájos. Van egy ilyen francia báj benne, tényleg egy ilyen könnyed franciás eleganciája van. Nagyon-nagyon vívő a sztori, tehát nagyon bele tudtam mászni, és egyszerűen, mint egy kívülálló tudtam az egészet végignézni, és nagyon, nagyon szerethető film, és hihetetlen szerencsés vagyok. Apcika! Apcika, a hátamon csorog a nyála. Van egy ilyen francia, új hullámos hangulata, ez is tetszett, meg a zene szerintem nagyon, nagyon szép lett. Egy ilyen mesés világba kalauzoljuk a nézőket, és közben meg tök jól szórakoznak, úgyhogy most nagyon jó volt látni, hogy nevetnek, hogy reagálnak poénokra is, és közben ahogy így élvezik ezt az egész világ, különleges kis édes világot, amit próbáltunk itt létrehozni. Baby, love, love.